Biztos sokan ismeritek Lamboni Anna hangját. Ő szólaltatta meg a vadóc Disney hercegnő Meridát, vagy éppen az anyáskodó Susant a Narnia krónikáiból. A legutóbbi konon beszélgettünk vele, hallgassd meg a vele készült interjúkat. Szia, Anna! Ja. Köszi, hogy eljöttél ide a Mondókonra. Voltál már itt nálunk korábban? Köszönöm a meghívást, nem voltam még itt soha, de hallottam már róla. És nagyon örülök, hogy most itt lehettem, és egy kicsit jobban beleláttam, hogy mi folyik itt, mi történik, mit csinálnak itt. És milyennek találtad? Nagyon különleges élmény egyébként. Elképesztő, hogy milyen kosztümöket, milyen komoly odafigyeléssel és előkészületekkel jönnek ide az emberek, és hogy ez mennyire egy összetartó társaság, és annak ellenére, hogy mindenki másért rajong, mennyire mégis egyek. És te most a fanszinkron versenyünkben voltál zsűri. Milyen élmény volt számodra itt zsűrizni? Nagyon jó élmény volt, ezt egyértelműen állíthatom. Nagyon kedvesek voltak a fiatalok, akik próbáltak különböző jeleneteket visszaadni, volt, aki egyedül próbált több karaktert meghangosítani, illetve voltak csapatok is. Komolyan nagyon ügyes volt mindenki. Tehát látszik, hogy ők már készültek erre, és hogy ismerik a magyar szinkron világát, és tudják, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát egyáltalán nem éreztem amatőrnek őket. Nagyon ügyesek voltak. És volt olyan pillanat mondjuk, vagy akár egy olyan versenyző, aki nagyon meglepett téged? Igen, volt egy lány, aki egyedül hozott 3 karaktert, hogyha jól emlékszem, és annyira ügyesen váltogatott a karakterek között, a hangszínek között. És láttam rajta közben, ahogy megfigyeltem őt a mikrofonnál állni, hogy mennyire beleélte magát, és amikor futni kellett, akkor ő is futott egy picit, amikor lihegni kellett, akkor láttam a keserűséget, a szomorúságot, a nehézséget az arcán. Szóval őt ki tudnám emelni, hogy nagyon-nagyon tetszett, de tényleg a többiek is. Tehát a fiúk közt is megvolt ez az ilyen komolyabb, klasszikus, férfi típusú hang, és mellé egyébként a fiú is olyan volt. Illetve volt az ilyen bolondos, szintén, ahogy a szakmánkban is megvan mindenkinek a maga karaktere, és akiket emiatt, amilyen szerepeket szokott kapni. Itt is ugyanúgy láttam, hogy nagyon jól eltalálták saját maguknak, hogy mihez passzolnak, melyik karakterhez, és azt nagyon jól hozták is. És neked például, ugye te is nagyon sok szinkron szerepet tudhatsz már magadnak, köztük van mondjuk a Merida is, igen, ami ugye egy Disney animációs film, hogy milyen érzés volt, hogy sokan mondják itt a vendégeink közül, nekik álmuk bekerülni egy Disney műbe, és neked sikerült. Igen, ez is egy hihetetlen véletlen folytán kaptam meg ezt a szerepet, a Meridát. Elkezdték már mással felvenni a Merida szerepét, viszont itt egy nem magyar nyelvű rendező is végig részt vesz a forgatásokon, és valami miatt nem tetszett nekik igazán. Pedig én nem vettem részt a castingjain, a Merida hercegnő castingján, és engem egyszer csak behívtak, hogy nem tetszik az, akit megpróbáltak erre, és hogy nézzünk meg, és nagyon tetszettem rögtön a rendezőnek, és azt mondta, hogy ő az, ez kell. És akkor elkezdtük előről a forgatásokat velem, úgyhogy annyira hirtelen csöppentem bele, hogy szinte csak utólag tudtam felfogni, hogy mekkora dolog történt, és hogy én kaptam meg egy igazi Disney hercegnőt. Nagyon közel érzem magamhoz, már csak a göndörhaja miatt is, meg azért, mert ő egy más Disney hercegnő, mint általában a Disney hercegnők. Nem az a királynő típus, hanem egy teljesen más karakter, akinek ugye nem kell egy pár, a szerelem és egy férfi a kiteljesedéshez. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy őt kaptam meg, mert úgy érzem, hogy ő is annyira más, mint amennyire talán én is más vagyok. És neked egyébként milyen típusú karaktereket szoktak kiosztani feladatként, hogy csinálj meg? Ez nagyon érdekes. Pont mostanában gondolkodtam el azon, hogy ugye alapvetően nagyon sok mese és rajzfilmet csináltam régebben, mert nagyon jól tudtam az ilyen kis fiatalos, csivitelő, harsány, fiatal hangocskákat csinálni. Viszont mostanában már megtalálnak engem afroamerikai, vagányabb szereplők, akiknek pedig a kulturális másságát tudom szerintem nagyon jól visszaadni. ami szintén, tehát lehet azt mondani, hogy affektálva beszél, hogyha magyarul gondolkozunk, de tehát a kultúrában, a afro kultúrában például ez egy alapvető vonal, tehát ott ez nem számít affektálásnak, hanem ott alapvetően egy kicsit máshogy intonálnak, és más az egész, és ez nagyon jól fekszik nekem, és úgy érzem, hogy a rendezők is erre ráéreztek, és szívesen elkezdtek velem ilyen szerepeket is csináltatni. Ezen kívül pedig az ilyen szigorú hercegnő vagy királynős típusokat is meg szoktam kapni. Általában sosem vagyok az ilyen naíva, az ilyen általános, kedves főszereplőnő, mert a hangom is egy picit ércesebb, meg egy picit más tónusú, tehát nem feltétlenül ez a főszereplő stílus illik hozzá, de hogyha főszereplő, akkor általában az ilyen tárgyilagos, szigorú, oktondi típusokat szoktam megkapni. Például a Narniából én voltam a legidősebbik nővér, a Susan, és nála is pont ez volt az elvárás, és általában ezeket a szerepeket kapom meg. Nála is ez volt az elvárás, hogy legyen ilyen anyáskodó típus, aki pontos, kioktató, és tudja, hogy mit, hogyan, és tehát nem egy naíva például. De érdekes pedig, mikor még fönn voltatok a színpadon, nekem annyira... Lehet, hogy mondták, de lehet, hogy még sose. De nekem nagyon mezeik itt is egy kicsit a hangszíne. Tényleg? És van még egy olyan, vagy akár több mért földkő, amit szeretnél elérni itt a szinkron szakmán belül? Nem is mérföldkövekre számítok, hanem szeretnék mindig benne maradni ebben, és ahogy idősödöm, gondolkoztam már ezen, hogy vajon, mivel az ilyen általában az ilyen fiatal, tinédzser hangok, azok a mai napig rám vannak kicsit ragadva, azok a szerepek. Ezért remélem, hogy ahogy idősödöm, úgy is meg fogom találni a helyemet a szinkron világában, és majd esetleg leszek egyszer jó nagymama hang, vagy idősebb anyuka hang, mert fiatal anyuka hang az már sok esetben szoktam lenni, de ha mérföldköveket nem is, de ezt nagyon szeretném, hogy mindig megtaláljam a helyem, és mindig legyen hozzám passzoló karakter. Legyen így, sőt, biztos így lesz. Én nagyon szorítok neked. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.